megújult Budapest két kiemelkedően fontos kötött pályás körgyűrűje, az 1-es és a 3-as villamosvonal. Budapest közlekedésének kulcseleme az a kötött pályás közlekedési rendszer, amelynek a fejlesztésének újabb állomásához érkeztünk. Az 1-es-3-as villamos a fővárosnak egy nagyon fontos hálózati eleme. Az, hogy ez a körgyűrű jól működjön, ahhoz nem csak az eddig meglévő rendszerelemeket kell felújítani, karbantartani, hanem azoknak a hosszabbítása, továbbépítése is szükségessé vált. A továbbépítés nem egyszerűen csak az eddigi hibák kijavítását jelenti, hanem azt is jelenti, hogy akadálymentesítettük, a megállókat pedig felújítottuk, rendeztük. Az új pályaszakasz építésével és felújításával párhuzamosan a járműpark is megújul, a jövőben alacsony padlós, korszerű kapvillamosok fogják ezt a feladatot ellátni. A Rákóczi híd 20 éve várja, hogy a villamos végre átmehessen rajta, a projekt eredményeként végre bekövetkezhetett ez a várva várt pillanat is. Azzal, hogy a villamos közlekedés beindulhatott menetrendszerűen ezen a szakaszon, azzal egy 20 éves adósságot törlesztettünk a város lakói felé. Mind az 1-es, mind a 3-as vonal 1-es szakaszain füvesített pálya épült, amely megköti a szállóport, csökkenti a zajkibocsátást, és az utcaképet is barátságosabbá teszi. Az 1-es vonal meghosszabbítása a dél-budai területek elérésével, az új átszállási lehetőségekkel hozzájárul ahhoz, hogy a budapesti közösségi közlekedés mind többek számára nyújtson alternatívát az autós közlekedéssel szemben. Ezzel csökkenhet a forgalom és a környezetterhelés. A régi elhasználódott vágányok helyett az 1-es és a 3-as villamos vonalán új, korszerű villamospálya épült, ezzel megszűntek a korábbi sebességkorlátozások, és a vonalakon az engedélyezett legnagyobb sebességgel közlekedhetnek a villamosok. Gyakrabban járnak a szerelvények, csúcsidőben 3 percenként követik egymást. A műholdas járműkövetésen alapuló futárrendszer kiszámíthatóvá teszi az utazást, az új, modern automaták pedig a jegy- és bérletvásárlás felgyorsításával biztosítják az úti cél mihamarabbi elérését. Az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében lifteket, mozgó lépcsőket és rámpákat építettünk, ezáltal az 1-es és a 3-as villamos megállói kényelmesen megközelíthetőek lettek kismamák, idősek, valamint a mozgáskorlátozott utasok számára is. A látásukban korlátozottakat vakvezetősáv és hangos utastájékoztatás segíti. A megújult megállóhelyek peronjai egységesen 26 cm magasak, amelyekről akadálymentesen lehet majd beszállni a 2015-ben és 2016-ban érkező alacsony padlós KAF villamosokba. A Budapesti Közlekedési Központ tervei szerint a közeljövőben folytatódni fog az 1-es villamos déli meghosszabbítása egészen Kelenföld vasútállomásig. A vonal észak-budai továbbépítése is a tervek között szerepel, ez átszállási lehetőséget biztosítana az esztergomi vasútvonal utasainak. A 3-as villamos vonal bővítése az Árpád híd Pesti híd főjéig valósulhat meg. A vonalakon modern, alacsony padlós, légkondicionált szerelvények közlekednek majd, amelyek közvetlen kapcsolatot fognak biztosítani számos más városi és elővárosi járat felé. A Budapesti Közlekedési Központ ezúton is köszöni a fővárosi lakóknak a türelmét és együttműködését, ami révén közösen élvezhetjük ennek a fejlesztésnek minden eredményét. Széchenyi 2020. Készült Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Központ megbízásából.